Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, kedves nézőink, szinte napra pontosan 30 esztendeje 1990. október 14-én volt az önkormányzati választások második fordulója, amely után nekiállhattak a várost rendbe tenni, ha úgy tetszik, a megválasztott vezetők. Az elmúlt időszakban önkormányzati képviselőkkel beszélgettünk, most pedig már a akkori megválasztott polgármester a vendégem, Balsai István, tisztelettel köszöntelek. Egy rövid gondolatsor. Úgy gondolom, legnehezebb lesz, mint párton kívülinek a pártok közötti egyensúlyt megteremteni, a választások során keletkezett sebeket kezelni. Minden döntésnél arra kell törekedni, hogy a város érdeke fölé csoport érdek ne kerüljön. Az elképzeléseket, elvárosokat úgy kell megvalósítani, hogy nem lesz több pénz, csak lehetőség. Szeretném a munkába bevonni azokat is, akik a választások során passzívak voltak, hiszen a passzivitás kudarcra ítéli a legjobb szándékú ember munkáját is. Lényegesnek tartom, hogy a bizottságok, szakértők olyan hatáskört kapjanak, amiben dönthetnek is. Boldog lennék, ha az önkormányzati képviselőtestület minden kérdésben önmaga dönthetne. 30 esztendeje vetetted papírra ezeket a gondolatokat. Bizony, mintha magam mondtam volna. Így van, te magad mondtad. Nos, ennek tükrében, az elképzelései tükrében miként alakult a költségvetés? Hiszen az első költségvetés azt hiszem, hogy mindent meghatároz. Főleg egy olyan időszakban, amikor elmondhatjuk, hogy a KGST és a Szovjetunió megszűnésével darabokra szétesett az ország, jött a munkanélküliség, és számtalan egyéb problémával is meg kellett küzdenie egy ilyen városnak, mint Székesfehérvár. Hát talán még annyit hozzá, hogy a második fordulónál nem lett közvetlenül akkor polgármester valaki. A testületi ülésen választották meg. Ez direkt a tanácselnökök ellen hozta, nagyon helyesen mondanám én, az akkori parlament, annak érdekében, hogy a testület maga válassza meg. Azóta aztán módosult, ez csak az első időszakra vonatkozott, így a testület ülés választott meg engem polgármester, és az volt még az érdekes, hogy azok a pártok is, az MDF, kereszténydemokraták, kisgazdák fele-fele is rám szavazott, akiknek saját jelöltjük volt. Ez neki kellemetlen volt néha. De visszatérve erre, az önkormányzati törvény alapvető változásokat hozott minden területen. A felülről vezérelt, esetleg a párt és a megyei tanács által irányított fejlesztések és működési költségvetésben a normativitás kapott nagyobb szerepet, ami azt jelentette, hogy bölcsödétől óvodáig, középiskolától, a zöld felületek, útfelületek karbantartásáig minden önkormányzat kapott, persze annak megfelelően volt-e középiskola például egy megyei jogú városnak mindenképp, kapott normatív összeget. Ez nem volt elegendő a feladat ellátására, ez helyenként fele, máskor 75% és fokozatosan csökkent az ellátandó feladat nagyságában ez az összeg. Ki kellett egészíteni. Ekkor még nem volt Fehérvárnak tudatosan úgynevezett iparűzési adója, a saját bevételeknél trükköznünk kellett jó értelemben azzal, hogy kijöjjön a költségvetési főösszeg, és itt elsősorban az első ciklusra az volt jellemző, legalábbis az első két évre, hogy a működőképességet meg kell tartani. Ez nagyon nagy erőfeszítést igényelt. Fejlesztésekben pedig most már nem a fölülről a megyei tanács osztotta a lakásszámot, vagy a különböző intézmények fejlesztését, hanem nekünk kellett betervezni. Mai összehasonlításban töredéke volt. Úgy emlékszem, hogy egy olyan 3 milliárd forint körül lehetett, vagy az alatt valamivel a költségvetés főösszege. Másrészt pedig a szabad felhasználású pénzeszközök azok olyan 5 millió forint körül mozogtak, hogy abból mire fordíthatunk. Mégis arra törekedtünk, hogy a területi képviselő rendelkezzen bizonyos alappal, amivel kisebb, apróbb ügyeket meg tud oldani a területén. Fajsúlyos dolgokat kellett megoldani a képviselőtestületnek, de ehhez immáron így megvolt a mozgástere, ha pénz nem is.
hogyan sikerült megteremteni a pénzt, hiszen ha megnézzük, hogy mire van az embereknek szüksége, hát útra, szennyvízvezetékre, csatornahálózatra elsődlegesen, aztán utána jöhet a munkahely, és természetesen az iskolák, óvodák, bölcsödék fejlesztése. Hogy fogtatok hozzá ennek a munkának? Hát először is a bázis alapon terveztünk, tehát az korábbi években mire mennyit fordítottunk. Ez ma már elvetendő megoldás, hiszen mindig null bázis alapú költségvetést kellett aztán készíteni, de akkor óhatatlan volt. Itt gondot jelentett, és sok bírálatot kaptam, de később talán elismerték ezt, hogy a vállalatoktól átvett szociális, óvodai, egészségügyi, sport létesítmények átvételével, ha nem is duplájára, de egyharmaddal nőtt az intézmények száma, akik pénzt kértek, működési pénzt. Ha jól emlékszem, 12 óvodai csoport került át. Ez nagyszerű dolog volt, ugyanakkor költségvetésben pedig hatalmas silánkozást váltott ki. Vagy ilyen volt a belterületi földingatlanok értékében, mi nem pénzt kértünk, köfém. A Videotontól sajnos nem tudtunk semmit kérni, mert csődbe volt. De más intézmények, más vállalatoktól tudtunk szerezni orvosi rendelőt, ami a területi ellátásba segített, vagy sportlétesítményekbe. A Videoton labdarúgó pályát azt hiszem kétszer is megvettük, mert segítettük ezzel a sportlétesítmény működését. De a költségvetésben alapvető változás jött elő, azaz fejleszteni csak annyit tudtunk, amennyi a biztonságos működés felett maradt. Ez rendkívül fontos kérdés, amit az imént már érintettünk, hogy a három óriás, a Videoton, a Köfém és az Ikarusz közül a Köfém maradt, viszont a Videoton, illetve az Ikarusz abban a formában, ahogy megszoktuk itt Székesfehérváron eltűnt, mintha nem is lett volna. Igen. Ez együtt járt azzal is, hogy óriásit nőtt a munkanélküliség. Hogyan lehetett ezt a kérdést kört megoldani, hiszen ez, én azt gondolom, hogy a köznapi értelemben vett családok számára is megoldhatatlan feladatot jelentett egy ideig. Hát ez több évre, talán még mai napig is tart, ha most nem is munkanélküliséggel, hanem inkább munkaerő hiánnyal, szakképzett munkaerő hiánnyal kell számolni a királyi városnak. Ez volt a legnagyobb lelkifurdalás, lelkiismeret vizsgálatot igénylő kérdés, hiszen minden családot érintett. Itt megalkottunk egy olyan új gazdasági programot, amit Antal miniszterelnök úr azt mondta, hogy polgármester úr, támogatjuk a várost, hogyha lesz program, és lett. Színes füzetekből összeállt a sokrétűség egységét kialakító program. De ennek a részleteiben azt tartottam korszakosnak, hogy Fehérvár először az orosz ingatlanokon, meg belterületben vont beépítetlen földeken, szántókon, kopár területeken belterületbe vontunk, mert az a városé lett. Olyan helyzetet alakítottunk ki, akkor még nem volt ipari park törvény, vállalkozási övezetnek neveztük, elkezdtünk mindegyikhez szakértőt találni. Tóth Ferenc doktor, Skulté Tivili, George Loranger és sokan más, Heinrich Péter egy-egy ipari parknál csodálatosat alkottak a nyelvtudásukkal, szakmai ismeretükkel, szervezőkészségükkel, és az azt jelentett, a versenyben voltunk a világgal. Csikán Attilának volt egy nagyon jó programja, amiben Fehérvár eminens szerepet vállalt. Négy szakaszra bontotta a városok befektetéseit, beruházásait. Az első egy költségorientált szakasz, amikor azt keresi, hogy minél kedvező feltételek mellett minél jobb hely, autópálya, Budapest közelség, viszonylag fejlett infrastruktúra. De telefon például nem volt. 10-ből 9 hívás az foglaltat jelzett. Hogy olyan helyet szerezzen, és itt Fehérvárnak az volt a legnagyobb értéke, hogy 32 000
monotonitást tűrő, több műszakot már elismerő, minden körülmények között munkahelyre bemenő disznóöléskor, kukoricatöréskor, mint ahogy más helyeken ez az elmondásuk szerint problémát jelentett, olyan munkásság volt, aki vágyott arra, hogy a családját eltartsa és tisztességes jövedelme legyen. Meg tudtunk szerezni nagyokat. A Philipset a Videotonból váltottuk ki, nem kis szidalmak ellenére, de új helyen vonzerőt jelentett, hiszen ahová egy ilyen nagy multi bemegy, ott biztos, hogy van valami. Mindig hangoztattuk, hogy itt 1000 éves város, 1000 évvel ezelőtt is, és 1000 év múlva is lesz olyan hely, ahol dolgozni kívánó emberek vannak. Közlekedési csomópont Fehérvár. Nem sorolom azokat a feltételeket, de a munkaerő jelentette a legnagyobb vonzerőt. IBM idejött. Később élelmiszeripari beruházások is megkezdték. De visszatérve az alapkérdéseire, azt mondanám, hogy ez a három legnagyobb volt, mind a három más példa. Az Ikarusé még nem is fejeződött be. A Köfémnél Tóth Géza vezérigazgató úr és Ambruster úr csodálatos egyéniségére emlékszem, akik viszont amerikai befektetők vállalat lévén a világ egyik legnagyobb alumíniumipari vállalkozása, azt mondta, hogy nem szeretnék, hogyha a városnak része lenne benne, még a belterületi földingatlan értékében is, ezért cserébe kértünk olyan létesítményeket, amik a Köfém lakótelep környékén segítettek bennünket a szociális ellátásban. És ők azt vállalták, hogy nem csökkentik a munkaerő számát, hanem még növelték is. Ez nagyszerű dolog volt. A Videotonnál más volt a helyzet, ott csődbe került a vállalat, elvesztette a piacait, az a termék, amit készítettek, az nem volt nagy mértékben nyugaton eladható, az arab-izraeli háború sem hozott nekik jó piacokat, de itt minden harmadik család érintett volt. Ezért lényeges volt számunkra az, hogy egy magyar vállalkozás nyerje meg a Videotonnak a részvényeit, üzletét, és arra építsen, hogy itt egy sokrétű, sokszínű, jó terméket gyártó vállalkozás jöjjön létre. Én ott voltam, ha jól emlékszem, akkor 27 indító megbeszélésen karácsonykor és új év előtt pár nappal szokta tartani a Videotonon. Az első alkalom akkor fagyos légkörben, kabátban, szúros tekintetek tüzében ültünk ott. Később ez feloldódott, ma már pedig egy nagyszerű 8500 főt ismét foglalkoztató magyar vállalkozás van. Ugye nem feledkezhetünk meg arról, hogy ez volt az ország első gazdasági programja, igen, ami olyannyira sikeres volt, hogy bekerült a Financial Times, már pedig egy mértékadó üzleti lap szerint a világ 10 legdinamikusabban fejlődő térségek közé. Ez óriási felelősséget róv, ugyanakkor megerősít egy első számú vezetőt, gondolom én, vele együtt a képviselőtestületet, hogy jó az az út, hogy az ipari parkok megteremtése és az az út, amit most itt felvázoltál már, helyes. Mert hogy a legfontosabb a székesfehérvári állampolgárok, családok helyzete. Igen. Sokáig nem sikerült átmenni a második szakaszba, amikor az itt megtermelt jövedelmet az a multinacionális cég itt használta fel, itt építette be, sokszor elvitték. Sőt, a kis és közepes vállalkozások sem tudtak azonnal kapcsolódni. Sok esetben az őrzésvédést, vagy a WC-papírnak a biztosítását, vagy más tevékenységet is saját KFT-jükkel oldották meg, és ebben a második szakaszban, a befektetésorientált szakaszban ebben nagyon nehezen ment át a város, majdnem 10 év eltelt. De erről három nagyról beszélünk, de a megyei kórház 4200 főt foglalkozott. Az arrév 3000 valamennyit, lehet, hogy 4000-et. A Szíme. Ma már senki nem emlékezik, talán már a épületei is más célt szolgálnak. Óriási foglalkoztatottsága, jó termékeket állított elő. Tehát Székesfehérvár ma is őrzi ezt az előnyét, mondjuk Győrrel szemben, vagy más nagyszerű városokkal szemben,
hogy sok lábon állt, és ezt tovább tudtuk gazdagítani, mondjuk élelmiszeripari üzemek létesítésével, a Stolwerknek. Nem az volt a lényege, hogy itt bejött egy cukorkagyártás vagy ostyagyártás, hanem az, hogy gazdagodott a paletta. Tehát lett 6 ipari parkunk. Munka. Ugye 30 ezer, több mint 30 ezer munkanélkülivel kezdtük, vagyis kezdte Székesfehérvár, ez eltűnt a munkanélküliség, ha úgy tetszik. Ehhez viszont már utána további lépések kellenek, hogy azok az emberek, akik itt élnek, azok a családok jól érezzék magukat. Melyik a következő lépcső, hogy egy város magára találjon abban az értelemben is, hogy kultúra, hogy élhető legyen? Fogalmazzunk így. Küzdöttünk, és ezen értettük a sokszínűség, vagy sokrétűség egységét. A város egyes részein ma már ez hihetetlenül hangzik, de mondjuk az Öreghegy egyes utcáiban a szennyvízderítők miatt is, meg a megnövekedett vízfogyasztás miatt omlottak össze a házak. Pincékre épültek nem látható területen, vagy olyan altalajra. Itt társulásokat szerveztünk. Ez egy nagyon hősies küzdelem volt. Nyilván 1500 társulási tagot nem lehetett egyszerre megszervezni, leszűkítettük utcákra, és onnan indultak el, akik rá akartak csatlakozni. Ez később más területekre is kiterjedt, sőt, boldog vagyok ma a Sóstó láttán, de akkor léptük meg a legnagyobbat, hogy a Sóstóba jutó szennyvíz napi 4500 köbméter az már nem egy természetes derítőként a Sóstóba ment, hanem a ciklus végén be a szennyvíztisztító telepre. Nagyon lényeges tartom, hogy átkerültek először állami tulajdonból önkormányzati tulajdonban lakások. Ugye ez több mint 10 000 lakás. Különböző minőségűek. Ezek a fenntartása több 100 millió forintot igényelt működtetésük szintén, és azt tartom fontosnak, hogy a törvény értelmében ezeket el kellett adni. Volt olyan, amit nem szerettünk volna eladni, mondjuk az albérlők házát, hiszen az röptetőnek lett volna jó fiatalokat befogadni, aztán 2-3 év múlva elvinni a fecskeházként. A műemléki házaknál is óriási feszültséget jelentett, hogy volt, aki egy panelhez jutott, munkája, családja erőfeszítésé, voltak, akik egy műemléki környezetben hát igen színvonalas lakást tudtak megvenni. A bent lakottan ez a piaci ár 30%-a, és azt hiszem, hogy több éves részletre tette lehető. Ez egy jó dolog volt, de meg is érezhető az, hogy ez óriási terhet tett át a lakástulajdonosok, vagy a szövetkezeti tulajdonosok hátára. Az orosz ingatlanokról korábban már beszéltünk, ez lehetőséget, lendületet adott. Itt is versenyeztünk, legjobban emlékeim szerint Kecskemét, kisebbek közül Dunaföldvár, de több olyan város volt, ahol hatalmas belterülethez közeli földek voltak. Mi igyekeztünk itt a AVÜ, Állami Vagyonkezelő Ügynökség segítségével, hiszen ő volt a tulajdonos képviselője, a rendéstervnek megfelelően olyan befektetőket, tulajdonosokat szerezni, aki megfelelt az mi igényeknek. Sajnos nem tudtam elérni azt a célt, amit akkor a Budai út mentén, hogy az egy egyetemi kampusz legyen, és lehetőleg más ne menjen be, mert ha valaki kedvező ajánlatot tett az államnak, igyekezett az őrzéstől, tulajdontól megszabadulni, és oda beférkőztek. Nagyon lényegesnek tartom azt, hogy a szimbolikus dolgokban is tovább léptünk, további utca, közterületnevek változtak meg, és ebbe egységesek voltunk. A bizottságokba pedig olyan kiváló szakembereket tudtunk behozni, akik tudásuk révén, városismeretük révén szinte megduplázták a képviselők számát. Ugye egyen kevesebb szakértő lehet egy bizottságban. Ez azt jelentette, hogy közel 30-40 olyan embert tudtunk bekapcsolni, akik korábbi tevékenységükkel, akár a közgazdaságtudomány, költségvetés, vagy építészet, városrendezés területén, környezetvédelemben tudtak nekünk segíteni. Nagyon fontos kérdés, hogy ugye van egy család, az édesanyjának, édesapának immáron van munkája,
van hol lakniuk, amit megvásároltak, és természetes, hogy akkor lesznek gyermekeik is. Korán sem mindegy azonban, hogy ezek a gyermekek miként nőnek fel. Hogyan sikerült az bölcsödék, óvodák, iskolák helyzetét rendbe tenni? Hogyan sikerült olyan idecsábítani olyan felsőoktatási intézményeket, amelyeket lehetőségek adtak arra is, hogy tovább fejlődjék, hogy egy család tényleg íve legyen az egész történetnek? Hát ez volt a legnehezebb, és ez nem egy ciklusra való feladat, mai napig is tart. A 90-es évek elején megállt az a növekedés, ami korábban Fehérvár népességét, állandó népességét és a úgynevezett számított érték a lakónépességét jelentette. Az ingázók száma megmaradt, tehát igen jelentős 30-35 ezer ember jön be és megy ki naponta, aki itt fogyaszt és itt állít elő értéket, de ez a népességszám csökkent. Lakásépítésben, hál' Istennek, abban az időszakban, amikor én pozíciót nyertem el a város választói révén, akkor leállt a panelépítés, leállt ezzel együtt az a régi lakóterületeknek, volt ahol szükséges, véleményem szerint szükséges volt, hiszen közművesítetlen, sok esetben romos, nehéz szociális körülményeket adó lakások voltak, ez leállt. Helyette pedig elkezdődött a telepszerű többszintes családi házak építés külső városrészek felzárkóztatása. Még azt nem mondtam, hogy a kormány úgy tudott segíteni, hogy az úgynevezett kerítésen kívüli közműhöz adott, hát akkor nagy pénzeket, 300-400 milliókat adott, az ma több milliárd forint értékű, és itt a gáz, a szennyvíz és a főleg a telekommunikációnak, a telefóniának a építését tartottuk fontosnak, mert semmi vállalkozás nem tud úgy működni, hogyha nem tud kapcsolatot teremteni. És a városfejlesztésében is döntő jelentőségű volt az, hogy jól vizsgázott az úgynevezett KLASZP rendszerű iskoláknak a léte. Ez könnyű szerkezetet jelent, nem volt mai értelemben véve hőtechnikai szabványnak megfelelő, de levezette azt a hullámot, amely a általános és középiskolás korosztályban ma is végigkíséri a korosztályokat. Akkor nagyon sok gyerek volt, és nagyon sokat kellett elhelyezni iskolákban. Lépésről lépésre tudtunk előre menni a munkahelyteremtésben, de sikerült például kiharcolni a még át nem adott, de megépült Seregi és Uti orosz iskolának az átvételét, és akkor úgy neveztük, hogy átképzőközpont. Ma már képzőközpont, és sőt, ma már más funkciója van. Ez igen hatalmas szolgálatot jelentett a képzőközpontok sokaságával, hogy azokat a munkahelyeket, amelyek már nem az akkori tudáshoz mérten alakultak ki, azokat a tudásokat megszerezzék. Mindegyik nagyvállalat, a Fordtól a Philipsig élt ezzel a lehetőséggel, az általuk biztosított gépekkel és oktatókkal az átképzés beindult, az országban talán a legnagyobb intenzitással. És hát az orosz laktanyák területén pedig sorra nőttek ki azok a létesítmények, intézmények, amelyek jól szolgáltak. Én büszke vagyok arra, hogy az Alba Régia nyugdíjas klub kialakításával több ezer szépkorú társunknak tudtunk olyan klubot, sőt, amikor beindítottuk a nyugdíjasok ilyen kisebb műszaki javításukat kiváltó részlegét, akkor foglalkoztatást is biztosítani tudtunk. Nos, hát ugye ez a 4 év kivonatos része, mert természetesen ezt a beszélgetést folytatnunk kell, hiszen most a műsoridőnk sajnos elfogyott, és innét folytatjuk, én azt gondolom. És tehát természetesen találkozunk. Úgyhogy köszönöm szépen. Kedves nézőink, tehát ez volt a beszélgetésünk első része, amikor is szó esett arról, hogy a választások után közvetlenül mi mindent kellett tenni azért, hogy újra élhető város legyen Székesfehérvár. Erről beszélgettünk Balsai Istvánnal, és innét folytatjuk. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket, viszontlátásra!